Sziasztok, üdvözlöm mindenkit, én Necse vagyok. Ez pedig egy tutoriál videó lesz, hogy a Stronghold Crussader felvételnél vagy streamnél nem azt csinálja, amit kell, akkor mit kell beállítani. Na most itt meg is mutatom, hogy mire gondolok. Ugye elindítjuk a sima Stronghold Crussadert, ami nálam jelen esetben a HD. Ugye elindul a játék, az OBS-ön veszi szépen. Isten hozott, uram. Jó, mit tudom én. Nagyon vár építő. Rakja le a vártornyot, nagy uram, hogy majd várat építhessen köré. Válaszol helyet a magdának, okay. Nagy uram. Kuszater, elhagyása. Igen. Na, ugye elindítottuk a felvételt, ugye az előbb, és megnézzük, hogy mit csinált. Ugye az alapon volt a beállítása, és ugye kezdődött, ugye odaugrunk kicsit. Hogy itt betölt nekünk elméletileg. Nagyon mennek a dolgok is. Ugye ennyit látunk, itt leraktam megvalószínűségre a váltonyok, stb. Na, ezt hogy lehet kiküszöbölni, hogy ne ilyen legyen. Megfogjátok, Stronghold Crussader, jobbegérgom, mármint a exére, jobbegérgom, tulajdonságok. Kompatibilitás. És hogyha itt nem tudjátok állítani, akkor megfogjátok, ide rámentek az összes felhasználó beállításának a módosítására, és bepipáljátok, és Windows XP Service Pack 3. Alkalmaz. Oké. Ez itt automatikusan ugye bele sötétítve, mivel hogy itt meg mondjuk úgy ilyen rendszergazdagféleségű beállítás, ugye, tehát hogy automatikusan felülírja a mindegyiknek a beállítását, és ugye így fixen így lesz. Semmi máshol nem kell nyúlni, hanem alkalmaz, ok. Na, és elindítjuk, hogy mit kinyomjuk, mert ő nekünk már itt nem kell. Jó. Isten hozott, uram. Legyen úgy, már építő, nagy sziget. Rakja le a vártornyot, nagy uram, hogy majd várat választhasson helyet a magdának, nagy uram. Ezt közvetlenül a raktár mellé kell építeni. Ezt nem helyezheti ide, uram. Csak munkáljuk is a képet azért a biztonság kedvéért, jó, szerintem ennyi elég is. Ha akarja úgy is felveszi, ugye, ha nem, akkor meg nem fogja felvenni. Na, és akkor ugye nézzük meg, hogy milyen lett. Jó, tökéletesen működik, ugye lehet látni azt, hogy itt van, amit csináltunk, ugye a beállításoknál. És ugye megfogjuk, elindítjuk, és szépen fut, veszik fel az egészet, lehet látni, hogy mit csinálunk. Tehát így ennyi, nem egy olyan nagy ördöngösség, mondom itt Stronghold Crussader apps-e, tulajdonságok, kompatibilitás, és hogy itt az nincs, akkor elmentek erre, és csak itt kell beállítani. Windows XP Service Pack 3-ra, és ennyi. Semmi más nem kell itt csinálni rajta. Remélem, hogy tudtam ezzel segíteni nektek. Legyen további szép napotok. Bye-bye.